Ismét Marc Márquez a világbajnok a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP géposztályában. A spanyol motoros azzal biztosította be diadalát, hogy megnyerte a tájföldi nagydíjat. Márquez a futamon sokáig megbújt a vezető Fabio Quartararo mögött, és csak arra várt, hogy mikor tudja megelőzni az élenálló francia versenyzőt. A legjobb lehetőség az utolsó kör harmadik kanyarjában kínálkozott erre, Márquez pedig nem is hagyta kihasználatlanul. Ezután már nem lehetett kérdés, hogy a Hondája nyergében szágódó Márquez intik le elsőnek, a Yamahás Quartararónak maradt a második hely. A dobogóra Maverick Vinales állhatott még fel. A világbajnokságból még 4 futam van hátra, Márquezt azonban már senki sem előzheti meg. A 26 éves motoros a MotoGP géposztályban 6., összességében 8. világbajnoki címét ünnepelhette.